Új klippel rukkolt elő Perge Tibor és fia. Televíziunk stúdiójában arról kérdezzük, mennyire volt nehéz számukra a 2020-as esztendő. Mai vendégünk Perge Tibor, a Szenyor Zenekar zenekar vezetője. Köszöntöm itt a stúdióban. Szeretettel köszöntök mindenkit, tisztelettel. Régen volt már a stúdió vendége. Pont egy évvel hasonló. Saját dalaik vannak, de feldolgozásokkal is foglalkoznak. Most legutóbb mit dolgoztak föl? Legutóbb ritka dolog, hogy feldolgozunk. Igazából az Adjánban van egy formációnk, ami ez egy számomra lelki dolog, és az Adján ebben segít nekem. Én sokat voltam kórházban éveken keresztül, és hosszú évvel ezelőtt, és egy pár éve a decembert azzal töltjük, hogy pszichiátria, Vöröskereszt, ahová elhívnak bennünket, van egy ilyen kis akusztikus műsorunk, ahol viszont ilyen karácsonyi dalokat játszunk, a Piramistól a Ajándék, a Eddától néhány olyan dal, ami zongorán eljátszható, el is lehet szépen énekelni halkan is, tehát nem üvölt az ember. És most abból vettünk fel egyet, a Gömbölyi és a Pataki Attilának az egyik dala, a Csend igazsága. Ezt szoktuk játszani, egy pár alkalommal játszottuk. Most kíváncsiak voltunk rá, hogy mit, hogy szól ez, hogyha így kicsit területben fölveszük. És fölraktuk a netre, és hát igazán nagy sikere volt, tehát örömmel láttuk. Meg kihívás. Ezek a dalok nagyon kihívások. Én a saját nótáimat énekelgetem, az olyan, amilyen. Tehát én nem tartom a legjobbnak. Mindig játszom, tanulok. Még, tehát saját magából tanul az ember, sok visszahallgatással. Már most gondolom, hogy valamit az alakult a régebbi időhöz képest. Viszont ezek a dalok, ennek megvan az eredetéje. És az ember, hogyha megpróbálja énekelni, különösen, hogyha fölveszi, és utána visszahallgatja, és akkor nem is hasonlít rá, meg nem is semmi. És én hiszem, hogyha valamit az ember megpróbál prezentálni, akkor vagy egy olyan feldolgozás legyen, ami nagyon egyedi, és akkor az teljesen sajátja, vagy próbálja azt tükrözni, ami az dal, ami arra dalhoz szól. De mivel mi ezt mindig adni szoktuk, tehát én nem magamat akarom olyankor adni, hanem a dalt szeretném előadni. Ilyenkor így megpróbáltuk úgy megcsinálni, igaz, a kíséretet zongorán Adrián megcsinálta, én megéneklem ugyanúgy, tehát ahogy kell, úgy érzem. Ennyi van bennem, tehát én nem játszok rá többet, de vannak kihívások is. Hangterjedelemben is, például ez a nóta, ez nem egy, a legmélyebb, de például most egy Charlie-t próbálunk, ami megint őrültnek kihívás, ráadásul úgy, hogy ne csináljon az ember magába bohócot, tehát ne Charlie-t úgy utánozza, hogy Charlie, én nem akarom utánozni, a Charlie-t megpróbálom szépen énekelni. De van Wikidál nóta is, ami mindegyik, tehát ilyen két oktáv, minimum két oktáv hangterjedelem van benne, és amit szépen énekelni, nagyon nehéz a... Tehát most ezzel telik az időnk, mert vannak új dalaink, béreltünk egy próbahelyet, a Hemóba ugye nem tudunk próbálni, nekünk ott van a bázisunk, onnan átszucoltunk, kivettünk egy kultúrhelyiséget, most inkább nem mondom, hogy hol, kivettünk egy kultúrhelyiséget, és ott minden héten mi gyakorolunk. Összejárunk mindenki Debrecenből, aki honnan, és örömmel, tehát mindig végigjátszunk a dalokat, megnézzük ki, újítani. Van három dalunk, ami megint készülőben van. Mindig elmondom, tavaly is elmondtam, még nem jutottuk el odáig, hogy fölvegyük őket, de azok is elkészülnek. Úgy látom, hogy ennek a zenekarnak a lelke az önben lévő apró kis láng, ami mindig életben tartja. Hát én kívánom, hogy ez a láng, ez mindig égjen. Mindig égjen, és legyenek olyan időszakok, amikor fellobban, de csendesen mindig égjen, és legyen a zenekarban egészség, kreativitás, igen, hogy még sok-sok éven keresztül itt a karcagi közönség, és a karcagon kívüli nagy közönség is élvezhesse a zeneszámaikat. Köszönöm, és remélem, hogy így lesz, és kívánok mindenkinek hasonló jó élményeket is, találkozunk a színpadon, színpad előtt, meg mindenhol, ahol szabadon lehet élvezni a muzsikát. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm.